A nagyzerindi Szénási Ferenc és felesége Zsuzsanna ma már szinte valamennyi Arad megyei magyar rendezvényen részt vesznek mézes kalácsaikkal, és gyakran járnak vásárokra szerte az országba. Ilyenkor karácsonykor alig győzik sütni a népszerű figurákat. Nincs annál nagyobb fizetség, mint felvidítani másokat, mondja a nagyzerindi Szénási Ferenc, aki feleségével Zsuzsannával együtt mézes kalácsot készít, és ezzel szereznek örömet az embereknek. Nem is gondoltam volna, hogy mibe vágjuk a fejszénket, mikor nekifogtunk a mézes kalácsosságnak, mint hobbinak, hisz olyannyira ránk kaptak most már a ismerettségünk alapján az emberek, hogy cégek is, magánszemélyek is szólnak, hívnak, intézmények keresnek meg. Ennél talán még fontosabb az, hogy a házaspár régi hagyományt élesztett fel Arad megyében. 1815-ben jegyezték be az akkori Nagy Magyarországban negyedikként az újaradi mézes kalácsosok céhét. És 1847-ben Aradon bejegyezték az aradi mézes kalácsosok céhét. Tehát ott komoly iparág volt a mézes kalácsosság. Egész az 1960-as évekig, amikor lakat került az utolsó Arad megyei mézes kalácsos műhelyre is. A régi mesterséget ma nagyon kevesen űzik a térségben, de a házaspár mindent elkövet, hogy ne merüljön feledésbe. Otthonuk a Népi Alkotások háza, hímzésre és szövésre is jut idejük, miközben sül a finom mézes kalács. Én nem tudok úgy leülni, hogy leülök csak, és valamit ne. Még a gyerekek kisebbek voltak, akkor kötöttek minden, tévé mellett is azt nagyon jól lehet, most pedig hímzek. Alkotásaik közül mégis a mézes kalács a legnépszerűbb. Szerte Európába, sőt még Új-Zélandra, Ausztráliába, az Egyesült Államokba is sokat vittek a látványos finomságokból. Ilyenkor karácsonykor pedig úgy fogy a portékájuk, mint a cukor, hiszen a mézes kalács nem csak finom csemege, hanem csodaszép dísz is lehet az ünnepi asztalon.